Súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt az M86-os autóúton a Vépi lehajtó közelében 2024. február 19-én. Egy Toyota személygépkocsi haladt Szombathely irányába, amikor eddig tisztázatlan okból az autó a menetirány szerinti baloldalon szalagkorlátnak hajtott. A gépjármű megpördült és a menetirány szerinti jobb oldalon az eredeti menetirányával szembe állt meg. A Toyotát vezető 60 év körüli asszony nem vagy nem megfelelően használta a biztonsági övét, és a pördüléskor az utas oldali ablakon kirepült, közben eltörve a sebességváltót és testtel eldeformálva a jobb első ajtót. A sofőr teste a töltés széléig csúszott. A baleset miatt megálló segítők itt találtak rá, mielőtt tárcsázták a 112-t. A súlyosan megsérült asszonnyal lehetett kommunikálni. Valószínűleg fel akart kelni, vagy el akart fordulni, és nem tudta, hogy milyen helyen fekszik, így legurult a magas töltés oldalán, valószínűleg újabb sérüléseket szerezve. Az asszony szombathelyi tűzoltók segítették felvinni az útra, a mentők pedig súlyos sérüléssel szállították a Markusovszki kórházba. A helyszíni szemle ideje alatt a forgalom egy sávon haladhatott Szombathely irányába. A tapasztalatunk alapján sok sofőr lassítás nélkül hajtott el a baleseti helyszín mellett. Az autóton 110 km/h a megengedett legnagyobb sebesség, de ilyenkor saját érdekében is célszerű lassítani a járművezetőnek, hiszen nem tudhatja, milyen idegen tárgyak, roncsdarabok lehetnek az úttesten. Nem beszélve a mentésnél dolgozókról, de ha ezt a sok kék, piros vagy sárga lámpa miatt magától nem teszi meg a volánnál ülő, akkor valószínűleg nem is érdekli. Az úttestet az MKIF munkatársa takarította le. A szalagkorlát 5 lába rongálódott meg, a biztonsági eszközt 24 folyóméteren kell majd cserélni, javítani. A biztonsági öv használatának fontosságáról az előzmények után nem ejtünk szót, annyit viszont fontosnak tartunk elmondani, hogy egy ilyen balesetnél jellemzően sérülés nélkül vagy könnyű sérüléssel száll ki a saját lábán a sofőr, a saját ajtaját használva.